Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját, a Diagnózist látják. Mai fél óránkban a gerincbántalmakkal foglalkozunk, hiszen vendégem szerint kétféle ember létezik, az, akinek fáj, és az, akinek fájni fog a dereka. Másik témánk egy nagyon aktuális problémát jár körbe. Mit tud tenni a kutatás és a gyógyítás az antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok ellen? Az életkor kitolódásával egyre fontosabb, hogy testünk mellett megjelenésünket is karbantartsuk. A bőrfiatalítás új lehetőségeit adásunk végén mutatjuk majd be. Velünk. A helytelen testtartás és a sok ülés miatt már a kamaszok nagy részét kínozza a gerincfájdalom. Egy szegedi gerinctréner speciális gyakorlatokkal, izomlazító tornával előzné meg a gerincferdülés és a sérv kialakulását. Az STL gyakorló általános iskolájának kisdiákjai napi 3-szor mozgatják át testüket a tanórákon. Ha nem figyelünk oda, testünk megváltozik ülés közben, a fej és a vállak előre dőlnek, a lapocka záróizmok elernyednek, és a medence dőlés szöge is megváltozik. Nem kivételek ez alól a gyerekek sem, akik napi 8 órát ülnek az iskolapadban. A helytelen póz miatt szinte minden kamasz derék és gerinc problémákkal küzd, de ez speciális gerinctornával megelőzhető. A program kidolgozója ezért ezt a korosztályt választotta. A rehabilitációs munkám során nagyon sok gerincbeteg vendég érkezik ugye természetesen hozzám, és egyre több volt már a kamasz korban lévő gyermek, illetve a 10-12 évesek is. Gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot talán úgymond csökkenteni vagy megállítani, és így jött az ötlet, hogy egészen vissza kell mennünk most már ilyen 7-8 éves korra, ahol még a természetes mozgás minták, az egészséges mozgás minták vannak meg a gyermekeknek, és ott kellene ezt a folyamatot megtartanunk, hogy egészségesek tudjanak maradni. A gerinctorna tehát már kisiskolás kortól ajánlott, hogy a gyerekek hozzászokjanak ehhez az egyszerű, de jótékony mozgásformához. Azért a 7-8 éves korosztályt céloztuk meg, mert így lehet megelőzni a kamaszkorban kialakuló gerincferdüléseket, és ha nagyon hosszú távon gondolkodunk, akkor a felnőtt korban a gerincsérvet, illetve a különböző gerinc problémákból fakadó vár és csípő fájdalmakat tudjuk még megelőzni ezzel a gyakorlatsorral. És ezek a gyakorlatok azok, amelyek a megfelelő izmokat nyújtják, hogy a váll ne essen előre, a lapockazáró izmokat aktiválják, erősítik, ezáltal ugye meg lesz a megfelelő testtartás, a fej visszahelyeződik az egészséges helyzetébe, és nyújtjuk az úgynevezett csípőhorpasz izmunkat is, aminek hatására a medence dőlés szöge sem tud megváltozni. A programban elsőként az STL gyakorló általános iskolája vesz részt, az idejáró gyerekek már rendszeresen tornáznak. Alapvetően nagyon összecseng ez a gerinc torna magával az alsó tagozatos módszertannal. Ugye itt a kisgyerekek nem ülnek 45 percen keresztül a padban, hanem egyébként is felállítjuk őket, sokféle mozgásos játékot játszunk, hogy egy kicsit pihentessük az idegrendszerüket, és ezzel nagyon, nagyon jól összecseng ez a torna gyakorlat. Igyekszünk minden nap alkalmazni, és egyébként akár minden órán is csinálhatjuk, mert igazából nagyon rövid időt vesz igénybe, úgyhogy ez a 2-3 perc ez minden tanítási órába belefér. Nagyon tetszik nekik, eleinte kicsit nehéznek találták a gyakorlatokat, de aztán utána belejöttek, és most már örülnek neki, amikor csinálhatják. Jelenleg Szegeden csak itt alkalmazzák ezt a módszert, de példájukat más intézményeknek is szeretnék megmutatni, hiszen jótékony hatással van a kicsik testi fejlődésére. Egyelőre az elképzelés, hogy Szeged összes iskolájába és a vidéki iskolákba is bekerüljön ez a gyakorlatsor, vagyis hát így az órák keretében, és nagyon szeretném országosra kiterjeszteni. Úgyhogy igazából egyelőre ez, hogy a továbbiak folyamán természetesen a legjobb az lenne, hogyha a felső, tehát a felsőbb oktatásban is megtörténhetne ez a gyakorlatsornak a kivitelezése, bár akkor már egy picit másféle gyakorlatokat kell majd kitalálnom. Nagyon nagy öröm lenne számomra, hogyha gyerekek otthon megmutatnák a szülőknek ezt a gyakorlatsort, mert ezek olyan egyszerű gyakorlatok, amit ha a szülők elvégeznek otthon a gyerekekkel együtt, akkor már tettek a gerincük egészségéért, és hosszú távon nekik is csökkenhet a fájdalom, ami ugye a gerinc problémából és az ülő munkából adódik.
Mint adásunk elején is mondtam, a gerincfájdalom előbb-utóbb mindenki által megtapasztalt fájdalom lehet. Az az életmód, mely a fejlett világban élők jellemzője, kimondottan elősegíti ennek kialakulását. A gerincdeformitások okozta fájdalom enyhítésére Szegeden egy olyan minimál invazív eljárást alkalmaznak, mely megkönnyíti a beteg életét. Erről beszélgetek a műtéti eljárás kidolgozójával, Elek Péter osztályvezető főorvossal az Idegsebészeti Klinikáról. Jó estét kívánok! Köszönöm. Nos, ugye úgy kezdtem itt a felvezetőt, hogy ön szerint kétféle ember létezik, az, akinek fáj a dereka, és az, akinek fog. Miért gondolja ezt így? Hát azért, mert a gerinc az egy annyira bonyolult, összetett szervünk, ami folyamatosan a kor előre haladtával öregszik, és hogyha még az ember maximális odafigyeléssel is gondoskodik ennek a gerincnek a állapotáról, előfordulhat, hogy egy meggondolatlan mozdulattal, egy meggondolatlan lehajlással olyan problémát tud okozni a gerincén, ami vezethet egy porckorong sérvesedéshez, vezethet egy ízületi blokkhoz, ami egy nagyon komoly fájdalommal járó állapot. Mitől fájhat még a gerincünk, hiszen manapság olyan életmódot folytatunk, ami nem könnyíti meg a gerincünket, hiszen gyakorlatilag sok ember, nagyon sokan, akár napi 8-10 órát is ülünk egy számítógép előtt. Így van, az ülő foglalkozás az abszolút nem a gerincre van kitalálva. Az ülő foglalkozásnál sajnos nincsenek meg a lehetőségek arra, hogy időnként a páciens, illetve aki még nem páciens, de majd lehet, hogy az lesz, föl tudjon állni, meg tudja mozgatni a gerincét. Egy állandó passzív terhelése bizonyos részeinek, a gerincnek, a porckorongnak, az ízületeknek, az izmoknak a feszülése, az előbb-utóbb oda fog vezetni, hogy megfájdul a gerinc. Ráadásul az irodabútorok nem arról híresek, hogy kifejezetten ergonomikusak lennének, és a gerincnek a kíméletére tervezték volna őket. Ugyanez a helyzet a rohanó világunkban. Folyamatosan alkalmazott számítógéppel, a számítógépnek a pozíciója, a klavitúrának a pozíciója, a monitornak a pozíciója, az mind-mind ronthat a gerinc tartásán. Tehát manapság ez már egy népbetegség, mondhatjuk ezt. Mondhatjuk ezt, így van. Az imént látott kisfiamben ugye azt mondta a gerinc tréner, hogy gyakorlatilag már gyerekkorban elkezdődhet ez a fájdalom. Az, aki már gyerekkorában küzd gerincbántalmakkal, az azt jelenti, hogy felnőtt korában is gerincbántalmakkal ettől fog szenvedni? Nagy valószínűséggel, mert általában annak, hogy a gerinc már gyermekkorban elkezd fájni, valamilyen anatómiai vagy funkcionális oka lehet, és ha ez az anatómiai probléma nincs korrigálva, funkcionalitást nincs helyrehozva, akkor bizony ez egy a kor előre haladtával, a gerincnek a öregedésével egyre fokozódni fog. Hozott nekünk egy szemléltető ábrát. Megmutatná ezen, hogy hogyan néz ki egy gerincdeformitás? Ez most történetesen éppen egy viszonylag egyenes gerinc, de amit látni szoktunk a röntgen felvételeken, hogy egy ilyen S-alakú görbület jön létre a gerincen, ami kezdődik az ágyéki gerinc szakaszon, és aztán utána, hogy ezt a görbületet, amit alul létrejött a gerincen, kompenzálja a gerinc, az egyenes tartást próbálja helyreállítani, fönt itt a háti szakaszon is kialakul egy újabb görbület, és ettől jön létre ez az S-alakú görbület. Ez az úgynevezett szkoliózis, ami nem annyira a mi asztalunk idegsebészeké, hanem az ortopédeké, akik a gerincdeformitásokat gyermekkorban már elszenvedett, de gerincdeformitásokat kezelik. Ugye a másik fájdalom forrás a porckorongsérv. Ez mennyire jellemző a mai korra, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt, mennyire küzdöttek ezzel az emberek? Nagy valószínűsége, akkor is voltak jelentős számban porckorongsérves betegek, csak a diagnosztika nem volt ilyen jó. Isiász, a nagymamáink, nagypapáink betegsége is volt. Ők panaszkodtak, hogy kitört rajtam a Hexenchus, és ez nyilván egy porckorongsérvnek lehetett a jele, pláne hogyha ez a fájdalom tartósan több héten keresztül fennállt,
akkor ez nagy valószínűséggel egy porckorongsér lehetett, csak annó még nem volt ilyen jó a diagnosztika. Még amikor én kezdtem a pályámat az idegsebészeti klinikán, akkor például egy porckorongsérnek a diagnosztikájához mielográfiát kellett csinálni, tehát gerincfestéses vizsgálatot, kontrasztanyagot kellett bejuttatnunk a gerinccsatornába, a dúra zsákba, elvegyítve az agyvízzel a kontrasztanyagot, tulajdonképpen egy negatív kép jelent meg a porckorongról, a porckorong sérvéről, ugyanis a porckorong egy benyomatot képezett ezen a vízoszlopon, ami meg volt festve ezzel a kontrasztanyaggal. Ezeket a betegségeket ugye műtéti eljárással orvosolni lehet. Mikor? Nem feltétlen nem műtéti eljárás, de ha muszáj, akkor műtéti eljárás. De az már nyilván, amikor már nagyon mérgesült. Műtétre két indikáció van. Van egy abszolút, meg van egy relatív indikáció. Az abszolút indikáció, amikor én mondom a betegnek, hogy ezt a problémát sajnos műtéttel kell megoldani, mert olyan fokú neurológiai károsodás jött létre, vagy jöhet létre a porckorong sérvesedéséből, ami meggyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan problémát eredményezhet. És hogyha a beteg erre azt mondja, hogy ő nem kéri, akkor nekem alá kell, hogy írjon egy papírt, hogy nem kéri a műtétet. Önnek van egy minimál invazív eljárása az ilyen esetekre. Ezt mikor lehet alkalmazni? Ezt számtalan esetben, az eljárás nem az enyém, tehát én csak kölcsönözöm. A minimál invazív eljárás tulajdonképpen abban az esetben szoktuk javasolni, ha viszonylag enyhe a degeneratív elváltozás a gerincen, ekkor egy viszonylag kicsi műtéti beavatkozással, néhány napos bentfekvéssel ez orvosolható. Abban az esetben is alkalmazok ezeket az eljárásokat. Ha a betegnek az általános állapota nem enged meg egy nagyobb műtéti beavatkozást, sokan vitatják ennek az eljárásnak a létjogosultságát, mert vannak olyan iskolák, akik azt mondják, hogy ez a kicsike kis segítség, amit ez a beavatkozás nyújt, ez nem elegendő. Kellene egy jóval nagyobb dekompressziót műtéttel csinálni, felszabadítani a gerincscsatornát, de ezt nem minden betegnél tudjuk elvégezni, pont a kardiális szív- és légzőrendszeri problémái miatt, hiszen egy hosszabb altatás azért az egy komoly stressz a betegnek. Megmutatná az ábrán, hogy ezt hogyan kell elképzelni, ezt az eljárást? Eljárásnak a lényege az, hogy egy nagyon pici, tényleg van, aki lokális anesztéziában is elvégzi ezt a műtétet. Mi nem szeretjük kínozni a beteget, tehát mi mindig egy általános anesztéziában, altatásban végezzük. A műtétnek a lényege az, hogy a tövis nyúlványok közé be kell jutatni egy kis kapszulát. Itt kétfajta kapszula is létezik, illetve látható, de több is létezik ezen kívül. Mi ezt a kettőt használtuk a korábbiakban, a manapság használunk egy harmadik típust is, azt még nem tudom sajnos bemutatni, mert még meglehetősen az elején járunk a használatának. A lényeg, hogy egy pici meccés kell ejteni itt a gerinctől néhány centiméterre, 8-10 centiméterre a deréktájon. Ez körülbelül egy 3 cm-nyi, és azon keresztül egy ilyen tágító sorozatot juttatunk be ide, ebbe a csigolyák tövis nyúlványai közötti térbe. Ezzel a tágító sorozattal tulajdonképpen helyet csinálunk az implantátumnak, amelyet egy munkacsatornán keresztül föltolunk a két csigolya tövise közé, majd egy erre kiképzett eszközzel kinyitjuk ezeket a kis szárnyacskákat, amelyek utána megakadályozzák, hogy a gerincben oldal irányú elmozdulást tudjon végezni ez az implantátum, és ezzel ki tudjon csúszni az interspinózus térből. Mit fog utána érezni a beteg? A beteg ezután azt érzi, reményeink szerint, hogy a csigolyák egy picit előre billenve teret adnak az itt lévő gyökcsatornában kifutó ideggyöknek, illetve azzal, hogy egy picit előrébb billenti az egész csigolyatestet,
a csigolyák között levő portkorongnak a port gyűrűjét, ami ilyenkor a degeneratív folyamat következtében egy picit megnyúlik, és egy kicsit behasasodik a gerinc csatornába, ezáltal komprimálva, összenyomva a dúrazsákot, illetve az ideggyököt. Ez a behasasodott ideggyök, ez egy kicsit portgyűrű, ez ki lesz feszítve, és ez a kompressziós hatás, ami a gyökön érvényesül, elmúlik. Millimétereket nyerünk tulajdonképpen csak ezzel a beavatkozással, de ezek a milliméterek, ezek nagyon hasznos milliméterek tudnak lenni. Lassan lejár a beszélgetésre szánt időnk, de annyit még mondjon el nekünk, hogy ön szerint a közeljövőben megelőzhetőek lennének ezek a gerincbetegségek, ezek a bántalmak. Hát mindenképpen én azt tartom, hogy kellene egy gerinciskola, amit már a általános iskolában el kellene kezdeni, hogy tanítsunk a gyerekeknek, hogy hogyan használják a derekukat, hogyan használják a nyakukat, ugyanis ez a gerincnek a két legmozgékonyabb szakasza, és hogyha ezt sikerülne elsajátítani és komolyabb figyelmet fordítani erre, akkor remélhetőleg, ha nem is teljesen elkerülhetők, de jelentősen lecsökkenthetők lennének ezek a panaszok. Köszönöm szépen, hogy mindezt ilyen szemléletesen mondta el nekünk. Köszönöm szépen a meghívást. 2050-ig Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában majdnem 2,5 millió ember halálát okozhatják az antibiotikumoknak is ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok. Ez a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet az OECD legújabb jelentéséből derül ki. Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok kutatásával foglalkozik Pál Csaba biológus, aki szerint a kutatók mellett az orvosok is sokat tehetnének a kórokozók megfékezéséért. Például azzal, hogy átgondoltabb módon alkalmazzák ezeket a gyógyszereket. Mindenről a Szeged Biológiai Kutatóközpont főmunkatársa a Mentorháló egyik előadásán beszélt. Az előadást övező nagy érdeklődés jelezte, milyen sokan tartják fontosnak ezt a témát. Néhány évtizeddel ezelőtt, ha valaki elment az orvoshoz, bizonyos betegségekre elég könnyen írtak fel neki antibiotikumot. Ilyenfajta gyógyszerekből sokat és lehetőleg erőset szedtek Magyarországon. Az utóbbi években ez már nem így van. Egyre többen figyelnek arra, hogy minél kevesebb antibiotikumot használjanak, és ezt az orvosok sem javasolják olyan könnyen, mint korábban. Egyre több ellenálló baktériummal szembesülünk, tehát ezek a gyógyszerkészítmények egy része nem hatásos, és amiért nem hatásos, arról mi tehetünk, túl sokat használjuk őket. Tehát jóval kevesebbet és csak indokolt esetben szabad használni, de aztán tényleg használjuk őket magas szinten, tehát sokat, de csak akkor, amikor valóban szükséges. És tulajdonképpen ez egy javuló tendencia, hogy az orvosok is úgy látják, hogy csak indokolt esetben, és csak tényleg, mint egy végső menedékként használjunk antibiotikumot. Tehát bízzuk rá az immunrendszerünkre, hogy kezelje az adott bakteriális fertőzést, és hogyha az végképp nem működik, csak akkor nyúljunk hozzájuk. És ezáltal valóban az történik, hogy vissza tudjuk szorítani ezeket az ellenálló baktériumokat, sok esetben ezt látni. Ilyen anyagokat azonban a tudomásunk nélkül, sőt akaratunk ellenére is bevihettünk a saját szervezetünkbe. A nagyüzemi állattartásban évtizedeken át alkalmaztak nagyon sok antibiotikumot azért, hogy a szűk helyen egészségtelen körülmények között tartott állatokat megóvják a járványoktól és más betegségektől. Ám ez az anyag a hússal vagy más állati eredetű élelmiszerrel együtt az emberi testbe is bekerülhet. Nagyon gyakran ez történik, tehát a állattenyésztésben továbbra is sok antibiotikumot használnak, de az Európai Unió belül csak arra, amire valóban fontos, hogy kórokozókat írtsák. Sajnos más alkalmazása is van az antibiotikumoknak, tehát hízlalják velük az állatokat, és ez mai napig gyakorlat számos más országban. A szervezetünkben ezen keresztül ezek a húsok, termékek bekerülnek, és mi is így közvetve antibiotikumfogyasztók leszünk, és a bennünk élő baktériumok is ellenállóvá válnak. És ez egy nagy veszélyforrás. Pál Csaba úgy látja, hogy az utóbbi években terjedő gyógyszerellenesség éppen olyan káros lehet az emberek egészségére, mint a túlzott gyógyszerfogyasztás. A legveszélyesebb, hogyha azt tesszük, hogy a saját szakálunkra el se kezdjük az antibiotikum kezelést, vagy hamarabb abba hagyjuk. Tulajdonképpen ez a legveszélyesebb. Vagy egyáltalán ne használjunk antibiotikumot, de ha már használunk, akkor
az adott kúrát, antibiotikum kúrát végig folytassuk, amíg kiirtjuk. Tehát valóban mi kiirtjuk a baktériumokat, addig használjuk. Mert hogyha nem, akkor annak kezesszük ki magunkat, hogy a szervezetünkben az antibiotikum mennyisége csökken, ellenálló baktériumok pedig akkor nagyobb valószínűséggel tudnak kialakulni és elterjedni a szervezetünkön belül. Egy nemrég nyilvánosságra hozott tudományos előrejelzésből, az OECD jelentéséből kiderült, hogy majdnem 2,5 millió ember halhat meg a különféle antibiotikumnak is ellenálló, úgynevezett szuperbaktériumok okozta fertőzésekben Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában a következő 3 évtizedben. Azok a kutatások, amelyek a baktériumok és az antibiotikumok kölcsönhatásával foglalkoznak, segíthetnek abban, hogy csökkenjen a gyógyszereknek ellenálló fertőzések terjedése. Kutató feladata egyrészt, hogy új antibiotikumokat találjon, és ezeket a gyógyszercégeknek bemutassa, ők átvegyék, tulajdonképpen a szabadalmat megvegyék, ez az első feladat. Másodszor például a mi laborunkban zajlik olyan kutatás, amivel kimutattuk, hogy ha antibiotikumokkal ellenálló baktériumok kiszorulnak, hogyha nincs antibiotikum jelen. Tehát mi ezt bebizonyítottuk, és ez bizonyos antibiotikumok esetén nagyon jól működik. Tehát meg tudjuk mondani azt a klinikumnak, hogy mely antibiotikumok esetén érdemes kevesebbet használni, és melyeknél teljesen felesleges egy ilyen gyakorlat. A harmadik dolog pedig, hogy új stratégiákat dolgozzunk ki megfelelő már meglévő, piacon lévő antibiotikumokkal. Például melyeket érdemes egymással kombinálni, melyeket soha nem szabad együtt használni, mert csak rossz rontunk a helyzeten. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet munkatársai által vizsgált országokban átlagosan 17%-os volt az antibiotikumnak ellenálló fertőzések aránya 2015-ben. Nagyok a különbségek az országok között. Törökországban, Koreában és Görögországban 7-szer akkora arányt találtak, azaz mintegy 35%-osat, mint Írországban, Hollandiában és Norvégiában, ahol a legalacsonyabb csak 5%-nyi az ellenálló baktérium. Magyarországon 22%-ot mértek. A helyzet ráadásul egyre rosszabb lehet, hiszen javában zajlik a klímaváltozás, és a Föld általános felmelegedése minden élő szervezetre hatással van. Mi mindig ilyen fegyverkezési versenynek az analógiájával példálózunk, hogy a baktériumok túl gyorsan reagálnak ezekre a gyógyszerkészítményekre, és állandóan egy versenyfutásban van az emberiség és a gyógyszerkutató cégek, a kutatók maguk is, hogy újabb gyógyszereket fejlesztenek ki. És ebből az a helyzet, hogy pesszimista vagyok ebből a szempontból, tehát nincs lehetőség arra, látván, hogy ebből kilépjünk, tehát nem lesz egy univerzális csodaszer, ezt a folyamatot le tudjuk lassítani, de megállítani nem fogjuk tudni. A baktériumok mindenhez alkalmazkodtak, ami a Földön, amihez csak lehetett. Fognak tudni újabb készítményekhez is. Vannak újabb tanulmányok, amik azt mutatják, hogy a ellenálló baktériumok ott a leggyakoribbak, ahol melegebb éghajlat van. És nyilvánvalóan, hogy ha ez így van, akkor számíthatunk nem csak újabb kórokozók megjelenésére, hanem azokon belül is az ellenálló válfajoknak a terjedésére. Hát ez egy nagyon veszélyes trend, és tulajdonképpen még csak nem is értjük, hogy ez pontosan miért van. A kutató szavai nem túl megnyugtatóak, a helyzet nehéz. A különféle területeken dolgozó szakemberek összefogásával, a döntéshozók támogatásával és a felelősen gondolkodó magánemberekkel együtt lehet hatékonyan cselekedni annak érdekében, hogy az emberiség minél kevesebb veszteséggel ússza meg a baktériumokkal folytatott csatákat. Mi korábban egyedül a plasztikai sebész szikéje volt a megoldás arra, ha valaki, legyen az férfi vagy nő, az idő múlásával már nem tudott megbarátkozni ráncaival vagy megereszkedett bőrével, manapság már akár 15-20 perces beavatkozással éveket fiatalodhat bárki. Az arcfiatalító kezelések azonban csak akkor biztonságosak, ha azt felkészült orvos végzi el. Minden olyan tevékenység, amiben például gyógyszernek minősülő anyagot juttatunk a szervezetbe, ilyen például a botox, illetve azok a kezelések, amik injekciós kezelések, tehát tűvel kell beadni, azok orvosi tevékenységnek minősülnek. Tehát aki nem ismeri a pontos anatómiát, aki nem tudja, hogy ezekkel a
hialuronsavakat például, hogyha érbe juthatjuk, milyen súlyos károsodásokat tudunk okozni, vagy aki nem ismeri pontosan az izmoknak az elhelyezkedését és a működését, a mimikát pontosan, azok szövődményeket fognak okozni. Hogyan változtak az anyagok mondjuk az elmúlt 10-20 évben? A hialuronsav készítmények voltak, illetve a botox, ami nagyon régóta piacon van. A botoxot orvosi szempontból 30 éve használják körülbelül. Elsősorban gyógyításra kezdték el használni, ideggyógyászati betegségekben, illetve szemészeti betegségekben használták, majd később egy ilyen véletlennek köszönhetően jöttek rá, hogy ez az arc mimikára is nagyon jó hatással van. Egy abszolút biztonságos készítményről van szó, szerintem a világon legtöbbet vizsgált anyag, rengeteg klinikai vizsgálat van róla, és semmiféle hosszú távú káros hatása nincsen. Ami fontos, hogy tudni kell, hogy olyan készítményt szabad csak használni, ami legális a világban, elfogadott készítményekről van szó, ezt csak azért említem meg, mert azért vannak a keleti blokkból érkező ilyen-olyan készítmények, amikről azért nem tudjuk, hogy mennyire legálisak. Nagyon fontos, hogy olyan ember adja be, aki pontosan tudja, hogy hova kell beadni, és jól képzett legyen. Régebben alkalmaztak állati fehérjékből készült anyagokat, használták a szilikont az esztétikai beavatkozásokra, azonban az évek előre haladtával a világossá vált, hogy milyen szövődményeket okoznak, ezért ezek a készítmények teljesen kikerültek a piacról, és abszolút egyeduralkodóvá vált a hialuronsav. A hialuronsav az egy olyan molekula, ami normális körülmények között is ott van a szervezetünkbe, az ízületekbe, a bőrbe elhelyezkedik, ezért minimális az allergiás reakció, nem löki ki a szervezet, tehát úgynevezett biodegradábilis besimul a szövetek közé, és ezért hatékony. Ami újdonság most, az a tokakezelés. Nálunk újdonság, Amerikában már ez évek óta egy jól bevált módszer, és azért az áll alatti zsírszövetnek a megjelenése viszonylag fiatal korban is, például a férfiaknál gyakoribb, és ez őket nagyon sokszor zavarja, és erre például ők most körülbelül egyforma arányba jelentkeznek a hölgyekkel. Az esztétikai kezeléseknél rendkívül fontos az, hogy a páciensnek az igényeit is figyelembe vegyük, és ezt próbáljuk meg összemosni a mi elképzeléseinkkel. Régebben a töltéseket, a hialuronsavas töltéseket csak erre az orrgyök barázdára fókuszálva végeztük, illetve a homlok közepén lévő mérges ráncokat töltöttük. Ma már teljesen megváltozott ez a szemlélet, és komplexitásában nézzük az arcot. Tehát amikor kezelünk valakit, akkor föl kell mérni azt, hogy mik az ő igényei, mit zavar, mi az, ami őt legjobban zavarja, ilyenkor mindig adunk egy tükröt a páciens kezébe, és ő megmutatja, hogy mi az, ami az ő problémája. Az első változás az itt a szem környéki karikáknak a megjelenése lesz. Ezt követően, hogyha megnézzük, a legtöbb páciens arra panaszkodik, hogy ezen a területen megereszkedik az arc. Ez azért van, mert ezek a zsírpárnák, amik itt vannak, ezek mozognak, amik itt oldalt vannak, azok viszont fixen tapadnak, tehát a lecsúszás az ezért történik meg. A legfontosabb külső tényező, ami a bőröregedését rontja, az a napfényártalom. Sajnos a hölgyeknél a másik nagyon fontos faktor az az ösztrogén. Az ösztrogénnek egy nagyon jó karbantartó hatása van a női bőrre, illetve a kollagén elasztikus rostokra, és ahogy az életkor előre haladtával csökken az ösztrogénnek a mennyisége, ezáltal romlik a bőrnek a feszessége, rugalmassága. Tehát, hogy egy összetett folyamatról van szó, több tényező is szerepet játszik, a genetika az egy kis faktora, de sokkal nagyobb faktorok a külső környezeti dolgok. Nézzük a tükörrel, igen, hogyha megkérdeznénk téged, hogy mi az, ami téged zavar, belenézel a tükörbe, te mit látsz? Itt, ahogy megereszkedik az embernek az arca. Talán ez az egyik. Aztán a szemhéj, talán még az.
A ráncok érdekes, engem nem zavarnak. A mai szemléletünk az az, hogy először az arc közepet és a szemkörnyéket kell kezelni, és az egy sokkal látványosabb, fiatalosabb kinézetet ad, mintha csak a két ráncba töltök valamit. Tehát, hogyha ide, erre a területre fogok rakni egy kis hialuronsavat, meg ezt a területet megemelem, az megemeli ezt a területet is, és egy sokkal fiatalosabb arcot fog majd adni. Ugyanakkor, ha ide is betöltünk egy kis töltőanyagot, és a karikát is eltüntetjük, akkor teljesen más nézetet látunk. Ami még nem annyira újdonság már, mert legalább egy ilyen 5-6 éve alkalmazzuk, ezek az úgynevezett biofonalak. Egy nagyon érdekes technológia, ugyanis egy kicsit a keleti, meg a nyugati orvoslást kombinálták, mert megfigyelték azt a keleti orvoslásban, hogy az akupunktúrás pontok, ahol szúrások vannak rendszeresen, sokkal jobb a kötőszövetes állomány, sokkal feszesebb a bőr. Ugyanakkor a nyugati része az, hogy olyan fonalakat alkalmazunk, biofonalakat, amik felszívódnak. Tehát ha mondjuk erre a részre koncentrálunk, akkor megvannak a vektorok, az irányok, amerre be kell fűzni ezeket a fonalakat, és egy ilyen négyzetrácsos szerkezetet fűzünk. Ezt bekerülnek ezek a fonalak a bőr alá, elindul a mechanikai hatás, illetve az idegentest hatás következtében a kollagén képződésünk. Gyakorlatilag az összes most forgalomba lévő kezelésnek mindegyiknek a lényege az úgynevezett kollagén indukció, tehát hogy a saját kollagén rostjainkat stimulálgassuk, és karba tartsuk őket, és folyamatosan munkára késztessük. Ez egy kicsit ilyen kis szobrászmunka. Ez abszolút. Ma már az esztétikai beavatkozásokat arcszobrászatnak is nevezik. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A Diagnózis támogatói: MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szent Györgyi Albert Klinikai Központ, STE Általános Orvostudományi Kar, STE Fogorvostudományi Kar. A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.